Na szevasztok, itt vagyok, alsó bögyelődi valakpusztán. Olvastam egy hirdetést, miszerint itt a 8. faluba tőlünk, tehát Kárásztól árulnak manitút, ami nekem nagyon viszont nagyon-nagyon jó lenne. Igaz, hogy valami régebbi fajta, de hát az nekem tökéletes lenne. Aztán eljövök az eladóhoz, hát ha meg tudok rá alkudni. Jó áron kínáltam, azt hiszem 10-et kér érte, vagy 8-at, nem is tudom. De hát mindahogyan alkudni akarok. A GPS-em be van kapcsolva, most mondta az előbb, nem hallottátok, hogy forduljon jobbra a következő lehetőségnél. Biztos nem hallottátok, mert elnyomta a hangom. Igen. Ja igen, mondta is a izé, mert én beszéltem vele a telefonon, hogy itt a híd után kell mennem balra. Hát akkor gondolom aszfaltosan. Úgy de jól néz ki ez a híd, azt a büdös mindenit. Alsó begyölődi valakpuszta, csak ez itt németül van írva. Gondolom, hát ugye én nem lakok messze Németországtól, meg külföldtől. Na, szerintem ez lesz az, mert itt már van egy tehén a táblán. Ó, nincs itt bejárat, van bejárat. Várjál, azt mondta balra az első lehetőségnél forduljon balra. Aha, itt lesz. Gondolom én itt. Hát nem akarok annyira rátörni. Úgyhogy inkább kiszállok, nem ám megharap a kutya. Aha, elég. Elég konkrét kis gazdaság. Látjátok, hoztam magammal a lóvét. Hogy ne legyen gond, hát itt nem látok senkit. Biztos meló van. Vagy ilyenek. Nem látok sehol senkit. Ki? Ott már dolgozik valaki. Aha. Az lesz az. Az lesz az. Mi az, hogy területi információ búzate? Hello, jó napot! Nincs itt senki. Dolgozik, dolgozik a gazda. Aha. Jó van. Hello. Csörögek a telefonon? Nem, jó van, észrevett. Jó napot kívánok, jó napot! Jó napot! Jöttem a meghirdetett cuccér, a Manitúért, ami Manitú, vagy mi. Eladó, aktuális a sztori? Igen. Az nagyon jó. Mikor lehetne megnézni, vagy hol lehetne megnézni? Hát jöjjön velem. Oké. Okay. Közben kapom a izékat a telefonon, messenger üzenetbe a következő lehetőségeket, mert hát több helyre telefonáltam. Biztos megegyezni. Igen, komoly kombányjal is rendelkezik, ahogy nézem. Igen, eladó ő is. A kombány is eladó? Igen. Úha, na, frankó. Majd visszajöttünk megnézni. Aha, látom, itt van még egy. Hát ez egy komoly gazdaság, van itt még egy kombány. Igen, van. Itt, ahogy jöttem befelé, mint hogyha itt láttam volna valamit. Állatok is vannak, vagy még nincsenek? Nincsenek még. Nincsenek, aha, értem. De ja, és akkor... lenne. Értem, hát ez egy, tényleg egy régi fajta. Cucmány nudli. Aha. 40-nel megy, azért van ráírva 40? Igen. Ki lehet, gondolom, nem próbálni, igen. Ugye? Ki lehet, persze. Ha látom, van farsúja, hogy nehogy orra bukjon, nagyon jó. Ó, oh, merló. Aha. Hát a színe mondjuk hagy némi kívánnivalót maga után. Uniós rendszámtábla van rajta, látom, műszakizva is van. Tehát közúton is igen, lehet minden hajtani. Jó rajta. Na, az tökéletes.
Mindjárt be... és van rajta rács, hogyha esetleg mégiscsak valami visszaesik, akkor ne okozzon problémát, itt a szemembe hulló üveg szilánk. Fékek, lámpák, rendben. Rendben vannak. Na, hát az tökéletes. Üzemképes. Aha. Ó, de... prima kis jószág. Sajnálom, meg kell tőle válnom, mert hogy hát... még új a gazdaság, aztán... elég csak a traktor. Aha. Ja, még annyira nem régen költözött talán ide? Hát itt lakunk már legalább egy 20 éve, de... nem, nem megy úgy a gazdaság, hogy kéne. Ja, értem, értem. Szóval akkor ez az egyik ok, ami miatt meg akar válni a dolgoktól? Igen. Aha, azt tudja, hogy én szoktam, nem az első üzletem lesz, úgyhogy én nekem ez mézes madzag volt, hogy maga elmondta azt, hogy, hogy az anyagi helyzetem ilyen... Na, se baj, nem fogom kihasználni természetesen. Milyen árat gondolt erre a jószágra? Mert azonnal viszem. Tehát nincs is, nincs appelláció. Hívom a trailert, aztán már viszem is. Hát... az sok. Ez már így. Ez már így előre sok. Na legyen egy... legyen egy 20-as, ha érdekli. Micsoda? 20 ezer. Így. Szörösti, böröst. Euró. Ááá. 20 ezer euró. Sima. Fú, hát az mennyi? Hát az nagyon-nagyon sok pénz. Főnök. Hát az... az... 20 ezer euró. Az most... mennyi befuthat vajon az euró? 350 forint környékén? 380-ban. 380. Olyaj, egy másodperc, türelmet kérek, mindjárt előveszem a kis okost, és már számolok is, ami azt jelenti, hogy... De, bocsánat, hogy beleszólok a gondolataiba. Igen? A kombány mennyire érdekli? Nagyon. Akkor esetleg azt is megnézhetnénk, és akkor a kettőt összerakjuk, és akkor kitalálunk valami jó árat. Jó. Ez így már alapból... 7,6 millió forint a 20 ezer euró, hát 7,6 millió, hát nézzük meg azt a kombineszt. 7,6, és arra mennyit gondoltam most úgy őszintén? Hát arra egy 40-45. Ajaj. Aha. Hát, mintha a fogamat húznák, de azért nézzük meg, hogy mi is az áru, mert ugye még nem láttam. Ugye be kellett írtam a gazdaságába ahhoz, hogy be tudjak ülni kipróbálni a járműveit. A nagysága véget lesz eladva, mert túl nagy ide. Ja, értem. Hát igen, látom itt a földméret az... igen, kicsi. Ez az egy föld van? Nem, a másik is a miénk ott, a itt túlodat. Itt mellette. Milyen szépen igen. Kurutyónak itt a kacsák. Kurutyónak a kacsák. Aha. Ó, itt tuszkál, nézd csak, itt tuszkál a kacsa. Aha. Vízes lesz a cipője. Á, nem gond, hát... edzett paraszt vagyok. Úgyhogy ilyentől nem rezzenünk meg. Na, addig akkor ugorjon be. Próbálja ki, addig hozok egy traktort. Mekkora vágóasztal van ezen? 12-13 méteres? 13-as. 13-as? Jó, nagy. Ez tényleg nekem kéne, nekem tényleg akkora kéne, mert... hatalmas földem van, kettő is, amivel most már nem tudok mit kezdeni, már nekiálltam kukoricát aratni, aztán már 4 napja ezt csinálom, és már lassan befejezem. Ide jó hangja van.
üzemóra is alig van benne. Igen, csak. Igen, alig használtuk. Hűha. 87%-on van és 15.662 liter. Jó nagy tartálya van. Aha. Hát ez nagyon érdekel engem, ez a kombány. Ez roppant módon érdekel. És mit szimbolizál az egyes szám? Vagy ez csak úgy jött? Ah, csak úgy jött. Ja, értem. Aha, ja, de nem kéz, ez ugyanannal lett vásárolva? Igen. Aha, és ahogy látom, a rendszámtábla ezen is nincs, nem jó, nem uniós, vagy... Ijaha. Nem lett le, műszakiztató. Aha. Hát ez nem szólnak szerintem érte. A vágóasztal az vontatható, vagy saját lábon jár? Nem saját lábon jár. Nem, ja, tehát van hozzá vágóasztal kocsi külön. A csövét ennek lehet módosítani? Igen. Mert ez talán egy kicsit rövid ez a cső, ez az asztalhoz, de nem. Nem. Nem is olyan veszélyes. Hoppá, törötte, nem viszem el, mert... Nem lett semmi baj, ugyanolyan a fényezés, amit volt. Nagyon jó. Hát igen, ez a pótkocsi. Ja, gondolom a másik pótkocsi az bent van, nem? Ekkora fölt ez egy kicsit elmérte. Vagy a, nem szokta a másik hasz... Vagy van nagyobb pótkocsi? Nincs nagyobb. Nincs nagyobb. Aha, hát mondjuk ez a fölt, ez... Tényleg nagy ez a kombány, ez hatalmas jószág. Lehet egy kicsit próbálni, ugye? Arathatom egy picit a földjét. Persze, nyugodtan. Úgy érzi, hogy jó-e vagy, nem? Aha, uha. Hát ez gyönyörűen dolgozik. Szalmát nem is tervezett, hogy hagy? Nem. De működik rajta a rendszóró, ugye? Igen. Kipróbálhatom? Kapcsolja. Csak csinálok egy ilyen vékony csíkot, hogy mégiscsak lássam. Ó, pöpec, tökéletesen működik. Hatalmas a vágóasztal. Hát igen, most már nekem erre van szükségem. Ehhez egyébként napraforgó adaptere nincs? Nincs, értem. Szóval akkor azt nekem majd mindenhogyan intéznem kell egyet. Hú, hát ez nagyon jó. Na figyeljen! Szerintem tegeződhetnénk, nem? Szerintem én vagyok az idősebb papa a nevem, ugye, Biga papa a nevem, úgyhogy valószínű, hogy én vagyok az idősebb. Na, egyezünk meg, mégis mi lenne a kettőnek az ára? Elviszem cakli-pakli, tehát elviszem vágóasztalt is, a vágóasztalkocsit is, a manitú utánzatot is, vagy hát azt a rakodógépet is. Mondjuk az a 7 egész, tehát az a 20.000 euró az egy picit sok. Ugye? Na hát most, hogy őszinték legyünk. De hallgatom, hogy mi is a végeredmény, mit kalkulálna ki így. Hát akkor kezdem. Alkuképesek különben. A kettőjé kérek 62.000. Vagyis a három év, igen, na, úgy mondom. Aha, tehát az egészért 62.000 eurót. Huha, hát egy pillanat, hagyj számoljak. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy... 62.000-et? Annyit mondott, ugye? 62.000 eurót. Igen. 62.000...
euró. Azt mondja, hogy akkor azt 3,80 az euró. Ez 23.560.000. Tehát az egészet odaadna nekem 23,5 millióért. Jó önnek. 23,5 millióért odaadná az egészet. Hát nézze, persze, hogy jó. Ezen nem is gondolkozok. 23,5 millió az egészért. Jó. Kezet rá. Utalom a pénzt egyből. 23 millió mínusz. Azt mondja, hogy várjon, kicsit gondolkozok euróban. És akkor dollár, várjál, így euró, igen, 60, jó, 60 ezret mondott, annyi a vége. Nem is gondolkozunk rajta, azt mondja, hogy mínusz 60 ezer dollár. Így akkor most tiszták vagyunk. Igen. Tökéletes. Ilyen olcsó maguknál olcsóság van, mert hogy őszinte legyek, most így utólag már elmondom magának, hogy én ezért megadtam volna így kapásból legalább, hát nem is tudom, olyan 130 ezer eurót is. De most már ugye nincs visszaút, hisz István már a harca készül, de ez így tökéletes vétel volt. 60 ezer euró, hogyha ez magát ez kiúzta a bajból, akkor ez nekem ez így nagyon jó volt. Hát köszönöm szépen, hogy... Muszáj jó volt, mert... Értem. Értem. Jó, hát akkor az ügyvédemmel küldöm a szerződést, jó? Jó. Meg akkor küldöm a trailert is. Én meg akkor megyek is a dolgomra. Na, hát akkor további szép napot kívánok. Szép napot. Viszlát. Viszlát. Na, meg is érkeztem, most már itt vagyok Kárászon. Ahogy láthatjátok, dagadó melyikassal dagadó inggel jöttem haza, mert rohadt jó üzletet csináltam. Hát gyerekek, ennyi pénzért, hát hülye lettem volna kihagyni. De láttátok, nem én voltam a hibás. A gazda meg volt szorulva, fölajánlotta. Én nem ajánlottam neki föl lóvét. Ő egyből rávágta, hogy mennyit kér érte, mennyire van szüksége. És hát természetesen megalkuttunk így most rá. Aztán most már csak a telefonhívást várom, de szerintem nem sokára jönni is fog. Halló, tessék! Igen, az enyém. 2 millió forint? Jó van, köszönöm, majd az ügyvédem intézi. Na, hallottátok. Úgyhogy egyből mehetek is a vasútállomásra, izét. Ezt meg vissza kéne szolgáltatnom, ezt a Verdát, mert ez bérelt autó. Úgyhogy vissza kéne szolgáltatnom, visszaadni, hogy ne vonja le a pénzt. De hát hülye lettem volna, ott hagytam kukoricát, mindent. Gépet, minden lófaszt ott hagytam a földön. Ugye a traktort meg itt az üritőben, a izénál, a mi a fenénél, szárítónál. Úgyhogy szerintem ki is megyek a vasútállomásra, és akkor majd ott, ahogy megnézem a kombányomat, elviszem, majd a boltosok eljönnek érte, nem? Szólok nekik, hogy itt van,
onnan vissza tudom én ezt szolgáltatni. Azt hiszem idehozták erre a vasútállomásra, mert hát a másik a személy, vagy személyi állomás, ugye? Mit rángatózik ez a kurva kocsi? Hát nem jó a váltója? Miért reklamálni fogok, amikor bérettem, nem bírja ízét a terepet, a pickup? Lehet, hogy nem kéne bemennem, ide félreállok. Ezzel a szutyakkal aztán szólok is nekik, hogy jöhetnek érte. Ja, leállítom a motort. Égni. Na. Ödönkék. Azt mondja, hogy bére egy jármű. Ja, a napraforgó adapter is, ízé, kukorica adapter is. Béret. Azt mondja, hogy visszatérítés. Visszatérés. Vissza is adom, égni. Napraforgó adapteremet még nem adom vissza, amit béreltem. Hú, gyerekek, ez egy 2 millió forint a szállításért 5 falu körülbelül, oda néz. 5 falut hozták vonaton nekem, és az 2 millió forint volt. Azért nem gyenge. De hát nagyon megérte ennyi pénzért. Oda néz. Merló, olyan mint a bor. Ez meg, hát ezt a kanalat már ismerem, ezt már használtam. Ez egy tökéletesen jó kanál. Hajjaj, borul. Uha. Lehet, hogy el kéne mennem a izét. Gyorsan elindítani a de a kombány is. Ajjajjaj, tele van. Uha, mit kéne csinálnom? Picsába. Ezzel gyorsan el kéne mennem a bótba. Aztán föl tudnám avatni az új gépet, igaz? Be tudnám állítani ezt is akcióba. Mert hát gyerekek, nem nézegetni vettem ennyi pénzért, hanem ugye, hogy dolgozzon. Hát sajnos napraforgó adaptere nem volt az eladó félnek. De se baj. Ez még így is baromi nagy előny volt nekem, hogy ennyi pénzért meg tudtam venni. Azt hittem nem férek ki a kapun. Csalóka. Nem is tudom, hogy hova rakjam most így hirtelen. Hát oda bolt udvarból már nem érdemes, mert ott van minden fölhalmozva. Jaj, és akkor még most jön a vonat. Lehet, hogy csak kéne bérelnem egy kukorica adaptert, mert az eső előtt még le kéne szednem. Ezt ki tudja, meddig tart be az eső, akkor utána meg már nem lesz rá időm. Na, bakter úr, a sorompót nyissa már föl. Ennyi pénzért, gyerekek, 60 ezer euróért megvenni az eladó. Hogyha észrevettétek a turpisságot a hangomba, az eladó 62 ezer... Mi a fasz? Az eladó 62 ezer eurót kért érte, én meg 60-at mondtam. Ha-ha-ha. Tehát... mondjuk úgy, hogy véletlenül sikerült átvernem. Ugye 2000 euró az 2000 euró. Na végre. Ugye most már nem jön semmi. Tiszta a terep. Ide beviszem szépen. Aztán valóban félre le kéne raknom ezt a gabona adaptert. Ülj-e? Egyenesen kéne behúznom. Elakadt. Valamibe elakadt. Pont most, amikor sietni kéne. Ohoho. Várjál. Jaj, és ez ízés, ez a vágóasztal kocsi.
Itt olyat, olyat. Várjon arra. Arra. Toljad még. Úgy. És akkor most kéne nekem így fordulnom, igaz? Így, és akkor így egyenesen. Ha nem jön el, akkor... De eljön, jó van, átlépte. Bassza meg, pont a izébe akad el a warning táblába. Segíts magadon. Aztán lehet, hogy más is megsegít. Ne arra. Most te mit? Ha mondom, egy picit megtolom arra. Jaj, gyerekek, mi az Isten ez? Hoppá, jó van, visszafelé kapta. Ha mondom, megtolom egy picit arrébb. Erre húzza maga felé. Hát az agyamat eldobom. Most meg ide akadtál, vette szerencsétlen. Hát hiába, baromi nagy ez a vágóasztal. Tizenhárom és fél méteres vagy mennyi. Na, hát egy végtelenül jó üzletet kötöttem. Akárki akármit mond, ezt hogyha kihagytam volna, akkor én ezt nem is tudom, hogy akkor minek lehetett volna utána már nevezni engemet, de ide valóban félre rakom, mert ennek tér kell. Így. Ja, várjál. Mit is akartam? Igen. Azt mondja, hogy így. Így. Mennyibe kerülne mondjuk egy napraforgó adapternek a bérlése? Nézzük meg. Szerintem ez egy baromi drága tudsz. Ehhez 9 méteres javasolt. Ez egy klassz, ami te klassz. 9 méteres. De nem is olyan veszélyes. Ezek is 9-10 méteresek ezek. És árba nagyobbak. És magasabb ugye az áruk. Ez 10 méter, 9 méter, 9 méter, de ez összehajthatós. Nem tudom, hogy ez összehajtható-e. Szerintem nem vagyok benne biztos. Tehát színben nem igazán illik hozzá, de viszont bérlésre. Na várjál. Gyorsan, nincs annyi időm, hogy itt annyira nézelődjek. Igen, ezzel látszik, hogy nem összehajthatós. Ez összehajthatós, úgyhogy mindenhogyan ezt fogom kibérelni. 1.800.000. Így. Így azért a két géppel. Vígan. Pikpak. Le lehet onnan varázsolni ezt a kukoricát, ugye a rakodókocsit még, vagyis a rakodógépet még ráérek elhozni. Mert időm, mint a tenger. Hát mondjuk annyi nincs, mint a tenger. Ó, gyerekek, hát itt igen komoly ízék lesznek. Helyi problémáim. Itt nagyon be kell osztanom a helyet. Mert itt azért ezzel forgolódni is kell. Mindegy, nem bántam meg egy cseppet se, akárki akármit mond. Mondhatjátok azt, hogy ó, retro, izé, meg magyar falu, meg kutyafasza, és ide magyar, de hát ide nem lehet egy izét, egy 4 méteres vágóasztalos klassz dominátort berakni, mert azzal nem haladok. Nem tudnék egyről a kettőre jutni a világ életbe soha. Én meg nem itt szeretnék megőszülni. Vagyis megőszülni már megőszültem, hanem megöregedni. Hanem én vissza akarok menni Amerikába, vagy világot akarok látni, tök mindegy, aztán megpróbálni ott a szerencsémet. Normális pénzért. Érted?
nem fillérekért. Várjál, itt inkább beváltok belső nézetbe, lehet, hogy ott jobban haladok. Hát nem biztos. Mert itt célszerű a farát is nézni. Akkor ez a kombány, hogy aztán... Hát mindegy, óvatosan kell vele közlekedni. Megvan az én örömem is, megvan az eladó öröme is. Az eladó megkapta azt a pénzt, amire szüksége volt, én megkaptam azt az eszközt, amire szükségem volt. És... Mondjuk én ahogy mondtam is neki, én szívem szerint adtam volna érte többet, de... Mert megérte volna, 100%-osan megérte volna. De hát ez az átka a kéz alóli vásárlásnak. Itt, ahogy kihozod a boltból, az már nem számít újnak. És függetlenül attól, hogy te hány üzemórát raktál bele, az neked ott áll, csak áll benne a pénzed, a garancia levele lejár, már te garanciát nem vállalhatsz rá. Úgyhogy sajnos, ha az értéke, mármint úgy gondolom, hogy a műszaki értéke nem is olyan szinten romlik, de az árba az értéke az romlik. Jajaj, nem már meg leszek lőve itt a hídon. Ja, és hát tegyük hozzá azt is ugye, hogy nekem itt van a régi kombányom, amiből én még pénzt tudok magamnak kovácsolni. Nem sokat szerintem, mert nem hiszem, hogy sokat kapok érte, de hát azért mégiscsak ekkora kombány mellett nem érdemes megtartanom. Szóval megtartanám, ez az egy kombány, ezzel a 13 méteres asztallal annyit tesz ki, mint hogyha két olyan kombányom lenne. Oda néz, jaj, mint a Transformers lobot. Hol a kukorica? Hol a kukorica? Ja, itt van né. Baszki. Hát ebből már nem sok van vissza. Ó, hát ezt ledaráltam volna másikkal is. Nem hozzáillő ez a vágóasztal. A kefék lent vannak a földön, jó van. Gyönyörűen dolgozik. Kiadom segítőnek. Égyni. Ez, igen, ez 71%-on van. Ez... hát sajnálom, de hát ezt én el fogom adni. Ezt megrakom, hogy tele legyen. És akkor már hozom is a saját... vagyis hát hozom már a traktort pótkocsival. Ezt most már üríteni kell.
Na majdnem azt hittem, hogy nem van kukorica. Mondom, mi a fasz, lehették a vadak. De jó van, van. Van még. Mit rakni a puliszkába? Puliszka, hú, de régen ettem már. Olyára vendég kérte még Harkányba az étteremben, amiben dolgoztam. Tejfölös csirke pörkölt el. Kicsit többet csináltam, hogy én is egyek belőle. Finom. Én szeressem. Abból az új kombányból egy tartály majdnem megtölti teljesen az izét, a kombányt, vagy a pótkocsit. Gyerekek, 18 000-es a pótkocsia, vagy na izé, a tartálya. 18 000 liter, 20 000-es a pótom. Azért az már nem gyönge. Jó lett volna ez a kombány is, hogyha ez a földhöz illene, de ez a földhöz, Siába kalkuláltam, ahogy mondtam nektek, vagy tegnap is, hogy én most megveszek még egy ilyet, kettőt kezelni egyedül nem tudom, segítőt kell alkalmazni. Ha már segítőt alkalmazok, akkor az már nekem plusz kiadás, ugye? És akkor ez nem az én zsebemet fogja bővíteni, az ő pénze, hanem gyakorlatilag kiveszi a zsebemből a pénzt. Jó, mondjuk segített volna azzal természetesen, hogy gyorsabban haladott. Mi a fasz ennek? Ez az oldal is nyílik. Hogy gyorsabban haladtam volna a melóval, de most még nem állok úgy, hogy ilyen luxus kiadásokra gyűjtsem a pénzemet. Azt a pénzt, amit elvisz a segítő, azt el tudom költeni vetőmagra, vagy el tudom költeni műtrágyára, vagy bármi másra. Elment a gyerek a busszal, láttátok? Nem volt ott a busz megállóba. Ilyen kómált ez a busz valamikor 11 óra környékén. Az új kombányjal ezt a darab kukoricát, ezt Big Pack leszedem. Nagyon kíváncsi vagyok. Hát szerintem a izét, az én kombányomat, mivel már használtam, már nem is tudom mióta. Hát az eleje óta, mióta elkezdtem itt kárászon a műveleteket. Ja, lófasz, nem az eleje óta. Hát nem olyan régi kombány, de azért mindegy, hát használva volt. Nem sok lófasz fogok érte kapni szerintem. Mondjuk azt nem is várom, hogy visszakapjam az új kombánynak az árát, mert hát azt nem fogom visszakapni, azt tutko. Nem ilyen vonat, jó van. De mindegy, hát ha más nem, akkor legalább a vonat költséget, a szállítási költséget azt fedezi. Ajaj. Ajaj. Tűzzel játszottam? Majdnem vonattal mentem tovább.
Nézd meg, csepp a tengerbe. Ez a kombánya olyan ezen a földön. De még a másik is. Ez egy baszott nagy föld. Amúgy is a vágóasztal is bérelve van. Sajnálom, mert amúgy nagyon jó kis kombány. De nem lehet. Luxus lenne megtartani. Nem is gondolkozom rajta, mert csak sajnálni fogom. Várjatok, ki kell kapcsolnom a izét. Hiper super strongot. Na. Azt mondja, bérelt eszköz. Ez mehet vissza. Jó, és akkor birtokolt eszköz. Klasztukánó. Szevasz. Te. Eladás. Baszki. Nem mondod, hogy vettem. Ez. Eladás. Jó. Nem alulfasz, nem, de hogy nem vettem. Ez. Eladás. Meg ez is. Így. És akkor betakarító gépek közül. Ez. Eladás. Jó. Hát azért csak kerestem hozzá jócskán. Jócskántosan. Na, álljunk oda a Szergely mellé. Uda örülök ennek a kombánynak, gyerekek. Meg azért ez a rakodógép, ez se kutyafasza. Igaz, hogy régi. De ahogy néztem az üzemóráját, ez sincs agyon használva, sőt. Alig van használva. Leürítem a kombányt, aztán én fogom befejezni, nehogy már segítő kezelje a kombányomat, amikor én vagyok, én is itt vagyok. Na mondjuk a kijöntési sebesség az kitöltési sebesség nem valami fényes, de ott tegye meg a fene, jó ez ezeknek. Na bassza meg, még nem is fog beleférni a két pótba. Az, ami itt van mag. Ahogy, na, add ide, öcsi. Erőködjé. Kösz, hogy ilyen gyorsan jöttél. Fittyentettem, ugrottál, de még jó, hogy biciklivel jöttél, aztán itt van a kukorica szélébe, így gyorsan haza tud gurulni. Ez egy izé, idevalósi gyerekem. A szomszéd faluban múltkor ismerkedtem meg vele tavaly. A templomba. Voltunk gyónni. Engem elengedtek. Őt nem. Csak később.
mert adtam nekik kis pénzt a templomnak, és akkor így azt mondták, hogy gyerek, ja, pénzé, ja, megszabadítunk minden bűnöttel, ajaj, nem is fogod. És még egy picit adtam nekik, azt mondták, nem is lesz. Érted, így működik ez a falu helyen. Pénzed van, semmi bűnöd, semmi gebasz. Nagyon kicsit főkéne, mert nem a vágóasztalt, ugye nehogy már kocaktúrásba akadjak. Ezt tud gebaszt okozni, mert a pocok az fő tudja, még a kajicsat is követ. Aztán ki tudja, hogy mit rejt a kocaktúrás. Itt gyerekek, végül leizélom az eső előtt. Letolom a kukoricát. Én meg itt aggódtam, hogy milyen sokáig fog ezt tartani még. Ajajajaj. Nem ezt az egész részt ki fogja tölteni ezt a mait. Nem lehet megint csinálni semmi mást. Már az időt is felvettem. Még forgolódhattam volna egy jó ideig ezzel a vágóasztallal, azzal a kicsivel. Ez milyen, bekapcsolod a GPS, olyan bután fordul rá, hogy az valami iszonyatos. Én egyből rá akarja rakni. Nem ad neki fordulási ívet. Eszköznek, hanem egyből oda akarja rakni a izéba. Olyan, majd van, már itt kell vágnod. Már menjél is oda, forduljál rá. Aztán fele meg ott marad, meg olyan csúnyán vágja akkor. Kockásra, szögletesre, vagy izére, alaptól arra, formátról arra, értitek? Nem létező íveket rak bele. Na, ennyi volt, érted? Nincs, itt nem kell, nincs mivel szórakozni. Akkor csukd össze a vágóasztalt. Úgy. Azt mondjuk egy kicsit sajnálom, hogy ez már itt már a telhetetlenség beszél belőlem. Hogy visszajönnek, vagy eljönnek ám érte. De várjatok, két dologba kezdtem bele. Tehát azt sajnálom, hogy nem volt hozzá napraforgó adapter a kombányhoz. Itt beszélt belőlem a telhetetlenség. És akkor így most, hogy a másik meg az, hogy így, hogy leakasztottam a vágóasztalt, ezek a izék, ezek kijönnek, érte, nem kell félni. Ne izguljatok. Nem számolnak föl pénzt pluszba. Ide szépen látod, így kijönnek, érte, azt elviszik. Leburítom a kombányt, vagy na, leburítom. Látszik, hogy lázba vagyok. Kukorica ügyileg már 100 tonna felett vagyok, jóval. Mindenből akarok hagyni egy kis vetőmagot, most még búzát kéne szereznem, vetőmag... Ja nem, búzám az van. Izé, tényleg azt akarom megnézni, hogy... Várja. Itt. Aha, látod? Szeptember-október lemaradtam az őszi búzavetéséről. Tavaszi búzavetés viszont ezen a térképen nincs. Na, se baj.
A repce vetéséről megint csak lemaradtam. Ujj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 
Hát zabot nem terveztem. De hát ha milyen árba megy itt a zab ára. Ez. Hát. Vetekszik a három. A búza, az árpa, meg a repce. A búza, az árpa, meg a zab. Mit lenne akkor már? Cirkot nem akarok semmiféleképpen, mert én nem fogok muncsolni most. Szójabab, napraforgó. Hát a szójabab. Az viszont áprilisban majd csak. Szójabab az jó lóvét hozna, de az abba viszont a mennyiség van. És ott ugye lenne szalma is. Az márciusban már vethető. Jó, semmi gond, zab lesz. Csinálok egy játék állásmentést. Így. Zabot fogok vetni. Beviszem a kombányt. Új kombányjal van már a melódia. Nem megyek olyan közel a síhez, nehogy elkaszáljon a vonat. Végre végeztem a kukoricával, végre. Áj, de örülök ennek az új kombánynak, gyerekek. Ezt se tudjátok képzelni. Egyébként a Csabi is ajánlotta. Csabi ajánlotta azt az újságcikket, amiben hirdetve volt a rakodógép. Bassza meg, esik az eső. Várjatok, a cigi meg itt a kezembe. Hát ugye az én kombányom most már úgy, hogy most simán elbagúzhatok a kombányba. Ja, össze kéne csukni, mi? Jó, széles pacskerok vannak rajta. Ez úszik a vízen. Simán átmehetnék a kanálison. Átúsznék rajta. Arról semmi. Jobbról vonat. Ujjjjj, iparkodnom kéne. A földeső nehéz lesz lehozni a izét. Traktoromat. Főleg így 40, hát 30 valány tonnával. Kíváncsi vagyok, hogy az eső lemossa ezt a kombányt. Ezt is már a másik udvarba fogom vinni. Ugye értelemszerűen nem a izébe. Nem halmozok. Itt van valami, ami megszokta dobni a gépet. Azt kéne meglesni, hogy mi. Nem látom, hogy itt az útban lenne valami eltérés.
Aha, nincs itt a srác, jó van. Jól láttam az előbb, hogy elment a busszal. Ami nem azt láttam, hogy ment a busszal, hanem hogy már akkor se volt itt. Nem is rakom be kupak alá. Égyni. Itt hagyom. Ú, ezt meg le kéne vinnem. Ja. Ó, hogy mindenhol esik az eső. Mindenhova tabolakám, csak oda nem, ahol kéne. Ő, hogy megült a izéje. Igen, hát az eső az megfogja. Hát mondjuk mehettem volna másik irányba is, és akkor a falun keresztül vagy aszfaltoson mehettem volna végig. Jó, nem sokára lemegyek már a földről, de azért dobja a sarat rendesen. Meg hát viszi ez a traktor, ez. Ezt is úgy vettem, hogy izé chip tuningolt volt. Ez tökéletes vétel volt. Még itt is szépen oda néz, hogy dolgozik a sár. Ó, de jó, hogy nem mentem át. Látatlanba. Parkolok egy kicsit befelé, már amennyire lehet, mert megázik a kukorica, aztán még a végén becsírásodik. Akkor meg ma mit csinálok vele a szárítóba, már baszhatom. Amikor mentem befelé a kombányon, már akkor elkezdett esni az eső. Tehát most már hiába takarom le. Jó van, ne izguljatok, már nem lesz semmi baja. Hogy ti nem is izgultatok? Legalább egy kicsit, ugye? Jó van, azért mondom. Még jó, hogy elkaptam azt az újságcikket, amit... Ott, láttad? Ott dobta meg valami. Na, tehát jó, hogy elkaptam azt az újságcikket, amiben hirdették ezt a... hogy hívják, hogy... rakodógépet. Nem veszem észre, akkor a kombány se lenne most az enyém. Még mindig a hatása alatt vagyok. Baromi jó étel volt, baromi. Jó.
egyszerre mondjuk kiadni ezt a 30 millió forintot, vagy mennyi volt, 30 valahány millió. Ugye azért az nem volt egyszerű. Cakli-pakli. De hát jó jártam az izéval, az eladóval, hogy nem vette észre, hogy én még kevesebbet mondtam, mint amennyit ő mondott, kevesebbet adtam neki. Az ügyvéd előtt nem volt panasz. Egy. Várja, vissza kéne léptetnem. És egy ideig nem lesz szükségem a pautra. Talán. Úgyhogy szerintem itt is hagyhatom én ezt a szárítónál. Így. A mi a fenét viszont át tudom vinni. A trágyaszórót. A trágyakupachoz. Aztán átviszem a rakodógépet is. Mert hát a meló az attól függetlenül nem áll meg. Ugyebár. Ó, nem itt akartam bejönni, bassza meg. Na mindegy. Itt is jó. Ugye a múltkor megvettem az izét. Trágyaszóróta még akció volt rá. Hát ez se az az igazi retro, de... Manapság 21. században vagyunk. Csoda, hogy még ilyen gépekkel dolgozok. Mondjuk ez a izéhoz. Mennyit javasol? 160 lovat. Ehhez a trágyaszóróhoz. Ez nem gyenge. Itt van, itt van, itt van, hol van? 130 lovat ír. Meglepő, hogy csak 130 ló kell hozzá. Hűha, itt is a nagy sártócse. Ez mi a fosztolat, koszos? Ez már használta lett véve, és így adta ide a gazda. Talán, vagy mitől lett ez ilyen retkes? Ha még nem is használtam. Lehet, hogy a gazda, aki beadta a bútba, az le sem most a bútosok, meg úgy gondolták, hogy nehogy már ők koszolják össze a kezüket. Hát de tényleg, nézd meg, és még... Vigyázz! És még nem is használtam, és már tiszta szar az egész. Jaj, a fagyit árulod, nénikém, itt a izébe egyen meg a szívedet. Egy szápolóba, meg egy rövidgatyába, kis pinattakarós rövidgatya. Hát elment az eszed. Szakadó esőbe. Hát igen, a pénz. Látjátok, ez itt a kizsákmányolás. Manapság ezzel fogják meg a hülye magyart. Kérlek ez a pár forint? Ja, hát akkor szenvedj érte, hülye. Hülye ökör. És a hülye ökör dolgozik érte? Dolgozik, ja? Nem dolgozik, szenved.
néhány fillérért, eurócentekért dolgozik. Átviszem a trágyaszórót, itt traktoros túl. De át kell hoznom a rakodógépet is mindenestül. Ude örülök annak is, jó kis rakodó matyina. Ennyi pénzért, gyerekek. Pálinka főző dolgozik, hallom. Főzetik a pálinkát. Biztos van itt a faluba egy szöllősz, egy-kettő, aztán főzeti a törköit. Gyümölcsös, nem nagyon láttam, hogy lenne gyümölcsfa vagy valami. Abból főzetnék a pálinkát. Szőlészetet viszont láttam, úgyhogy valószínű, hogy a törköly pálinka jelent itt a pálinka főzőnek a legnagyobb haszonbevételt. Vagyis hát inkább a legnagyobb munkát. Itt balra az út szélén itt is volt fehér fót. Lóvé. Várjál. Pont neki megyek a izének, a kapunak. Újha megállok. Aha, ide. Jó, pont neki megyek a kapunak. Amilyen semmi nem áll, mert út egy izé. Gyemtézé. Hát te meg hogy kerültél oda? Ide a semmiből. Mindig visz, oda néz. Ja, nézd oda most, az eső meg lemossa. Ez se voltam ingyen, ez a ganyé. Jó, mondjuk majd valami terményt kér vissza cserébe az öreg. Józsi bácsi. Így. Minden működik rajta. Összkerék kormányzós. Ő vigyázni kellene, menjek a rámpáról. Jó, hogy mondta, ó, de örülök a Csabinak is, hogy az MTZ-s Csabinak, hogy mutatta azt az újságot. Olvassam már el. Az újság hirdetés. Ez meg bearanyozta a napomat. Merlot. Furcsa, hogy nem Merlot. Vagy tével Merlot. Mert ugye az a bor. Ez meg csak Merló.
P41-7. Jaha. Ez is tudom menni, oda néz. A 40-nel dönget, azt a büdös mindenit. Igaz, hogy mondjuk a kanál az rajta az elég széles. Ugye, gyerekek, ez az izé, ez az összkerék kormányzás, ezt inkább ki kell majd kapcsolnom. Rakodásnál jó lesz. Ilyenkor okoz egy kis túlkormányzottságot. Az meg mi a lófasz, konyhakert? Aha, erről beszéltem. Aranytartalék, nem veszem föl. Amíg nem muszáj. Na várjál, ki kell kapcsolni az izét Ctrl-Z-vel, igaz? Így, és akkor most csak az eleje kormányzott, jó? Na, a fasz, elállt az eső. Persze, hogyha kormányt nem hagytam volna balra tekerve. Szépen kitűzött a nap, bepárásodott a levegő, hát nem is csoda ebbe az ilyen jó kis zápor. Hát ahogy nézem, a port azt elmosta. Azon kívül nem sok lófaszt ért, mint a való életben állunk se. A gaznak használt, azt majd most megugrasztja rendesen. Ott is a lóvé, ott is a lóvé. Busz megállóba is kell, hogy legyen lóvénak. Ha jól láttam. Mindig félrehúzódok a kanyarokba. Feláthatatlan szakaszokban, mert az van a fejemben, hogy hátha jön kocsi velem szembe. Vagy biciklis, vagy valami. Ez már így belém rögződött, aztán meg is fog maradni. Íj, a szomorú fűsz, hogy beszomorkodik az út felé. Van fasz a plusz ellensúlya gépen. Elég szélesek a pacskerok is hozzá, tökéletes. Ott is volt a lóvé, láttátok bal oldalon? Én nem hagytam nyitva a kaput, dehogy nem. Ja, visszacsukta az öreg biztos. Gondolta, hogy nem jövök már. Na, itt majd visszakapcsolom az összkerékhajtást. Na hát gyerekek,
Ahogy láttátok, egy barom jó vételen vagyok túl. Hatalmas meglepődés, örömben az üröm, mert hát barom jó áron kaptam meg az eszközöket. Aztán remélem hasonló szerencséből lesz nektek kis részetek. Kukoricával ugye végeztem, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek, úgy jók legyetek, szevasztok!